Well, I think in order to address the problems of Islamist radicalization in Europe, annak érdekében, hogy a radikális iszlámistákkal vagy iszlám radikalizációval, az ezzel járó erőszakkal szembeszálljunk Európában, és hatásait megállítsuk, szélesebben kell foglalkozni azzal az európai örökséggel, ami a szabad beszéd és nyílt vita. Ezzel tudunk válaszolni a szélsőséges eszmékre, és ezt a terror ellenes stratégiának is tartalmaznia kellene. Egy olyan magazinról beszélünk, amely a sajtószabadság jelképévé vált, viszont más muszlim országok egyszerűen provokációnak tartják. Akkor ez a kettő hogyan illeszthető össze párbeszédben? Minden társadalom, ahol létezik a szólásszabadság öröksége, kénytelen eltűrni olyan nézeteket, amelyeket esetleg nehéz elfogadni, nem helyén valóak. Mégis ezekkel együtt lehet megőrizni ezt az örökséget. Teljesen megértem keresztény kollégáim érzékenységét és fájdalmát, de a zsidókét és muszlimokét is, amelyet a Charlie Hebdo és hasonló kiadványok tartalma miatt éreznek, amelyek a keresztény hit elemeit is esetenként igen provokatív formában jelenítik meg. De mégis annak érdekében, hogy akár teológiai kérdéseket is nyitottan meg tudjunk vitatni, legyen szó akár vallási vezetők által elkövetett hibákról, el kell tűrnünk ezt a fájdalmat. Saját magamra is igaz ez, mint hívő emberre. Én hiszem, hogy ez az ára annak, hogy kritikával illethetünk például muszlim vezetőket szélsőségességük miatt, vagy a szélsőségekhez fűződő kapcsolataik miatt. El kell tűrnünk ezt például a muszlim közösségen belül élő muszlim asszonyokat érő sorozatos erőszak miatt Nagy-Britanniában. Hogy a szólás szabadságát hirdessük, ahhoz el kell viselni bizonyos sérelmeket olyan magazinoktól, mint a Charlie Hebdo, amely például szexuális aktussal köti össze a Szent Háromságot, sértő módon ábrázol zsidó vezetőket, vagy ugyanígy ábrázol muszlim személyiségeket bántón. A kérdés csak az, hogy vajon ezt az árat meg kell lefizetni, vagy legyenek határai a szólás szabadságának is. Természetesen erről társadalmi párbeszédet kell folytatni, például a szélsőjobboldali Brit Nemzeti Párt vezetőjét bevonták egy televíziós vitába. A zsidókra és más különböző vallási nemzetiségi csoportokra tett megjegyzéseket, és ezeket a nézeteit a nyilvánosság előtt lehetett megkérdőjelezni, vitatni, támadni brit állampolgárok részéről. Azt hiszem, hogy csak viták és nyitott szabad párbeszéd, valamint kritika útján lehet választatni olyan elképzelésekre, amelyek helytelenek. Nem hiszek ezek cenzúrájában. Az világos, hogy nem lehet fegyverrel vagy bombával válaszolni rajzokra. De az már talán etikai kérdés, hogy a rajzok milyen módon kritizálnak, vagy éppen milyen szavakkal, betűkkel. Feltétlenül. Egy szabad társadalomban nagyon-nagyon világosan el kell választani azt, hogy az embereknek mihez van joga és mit tehetnek meg. Az állam leírhatja, hogy mihez van jog. Az viszont már a civil társadalom, illetve a mi, az állampolgárok dolga, hogy megvitassuk és kialakítsuk az etikát és a követendő morális értékeit annak a társadalomnak, amelyben élni szeretnénk. Vagyis, hogy miként ábrázolunk vagy rendezzük a vitáinkat, mit gondolunk a vallási vagy etnikai közösségekről. Ez az a lecke, amit az elmúlt két hétből meg kellett tanulni? Azt hiszem, hogy a közvéleményben egy nagyon nyílt párbeszédre van szükség. Hogy itt Európában milyen társadalomban akarunk együtt élni különböző nyelvi közösségek tagjaként, különböző kisebbségek tagjaiként. Legyenek akár cigányok, vagy éppen bevándorlók Európán kívülről, Afrikából, Ázsiából, vagy Dél-Amerikából. Ugyanúgy nagyon nyílt beszéd kell a muzulmán kérdésről ezen a kontinensen. Például helyén való-e, hogy bizonyos közösségek ebben az országban azt követelik, legyen saját jogrendszerük, vagy hogy jogilag biztosítsák számukra az elkülönülést a társadalom többi részétől, hogy a muszlimok gettóban éljenek. Nos, ezekről a kérdésekről nyílt vitára van szükség. Ezeknek a vitáknak pedig helyet kell kapniuk a terror ellenes fellépésben, a biztonság megerősítésében is, tette hozzá Muhammad al-Husszaini imám, a kairói Al-Azhar Egyetem londoni tanára.